Sok olyan megkeresést kaptunk, hogy ajánljunk a Tiszára is olyan keveréket, amelyen eredményesen lehet pecázni az év ezen időszakában. A mosdévér kitűnő alapot képez, amelyet lehet akár kicsit higítani is a bázismixel. Így nem csak tartalmas lesz a keverékünk, de nagy mennyiségű is, ami jól jön akkor, ha nagyobb etetésen szeretnénk pecázni. Annak érdekében, hogy ez a keverék a nagy sodrást kihasználva az etetésre csalogathassa a halakat, érdemes jól bearomásítani azt, úgyhogy egy egész flakon aromatuni nagydévért bele lehet önteni. A megfelelő mennyiségű víz hozzáadása és elkeverése után ezt a keveréket legalább 15 percig pihentetni kell, majd jöhet a rostálás. Ha a keszegek rátalálnak az etetésre, a csomagban található fluo morzsa és a csemege kukorica, valamint a külön hozzáadott csonti helyben is tartja azokat. Aki szeret kísérletezni, az a Blendex Serum Eper plusz méz aromával próbálkozhat, Csalinak pedig az egyszerű csonti kukorica szendvics javasolt.